Befejezik a Marosvásárhelyi műjégpályát és korszerűsítik a Csíkszeledai Megyei Sürgősségi Kórházat. A két beruházás kivitelezési szerződését szerdán írták alá Bukarestben. Kelemen Hunor miniszterelnök helyettes, illetve Cseke Attila fejlesztési miniszter jelenlétében befejezik végre a Marosvásárhelyi Ligeti műjégpályát. Az erre vonatkozó kivitelezési szerződést Keleme Honor miniszterelnök helyettes és Cseke Attila fejlesztési miniszter jelenlétében írták alá Bukarestben. A létesítmény munkálatait 2008-ban tehát 14 éve kezdték el, és azt tervezték, hogy a következő évben már nemzetközi mérkőzéseket játszanak benne. 2009. áprilisáig a munkálatok 75%-át sikerült kivitelezni, 2013-tól azonban teljesen leállították a beruházást, miután a telektulajdonjoga egy nem eléggé átgondolt kormányhatározattal tisztázatlanná vált. Ennek tisztázására a romániai bürokráciának hála nem kevesebb, mint 8 évre volt szükség. Utóbb az Országos Beruházási Társaság vállalta, hogy befejezik a munkát, amely most célegyenesbe jutott, mondta el a Pop, a haszonélvező Maros Sportklub igazgatója. A következő lépés az lesz, hogy a pályázat nyertesei, vagy akivel az Országos Beruházási Társaság szerződést kötött, elvégzik a tervezési részt, majd a kivitelezést. Amennyire én tudom, ez körülbelül 15 hónap, tehát várhatóan 2024-re elkészül a jégpálya. A tervek szerint megjavítják a felépített, de időközben tönkrement padlót, falakat, újra fedik a sportlétesítményt, illetve a mellette már korábban meglévő öltözőket, edzőtermet. Orvosi ellátásra és doping tesztelésre alkalmas helyiségeket alakítanak ki, és befejezik a 2000 férőhelyes lelátót is. Az igazgatót arról is kérdeztük, hogy a befejezés után szintén kell-e majd egy évet várni a megnyitással, mint ahogy az Uszoda esetében történt, de nem kívánt jóslatokba bocsátkozni. Ugyancsak szerdán írták alá a Csíkszeredai megyei sürgősségi kórház korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési szerződést. Az egészségügyi intézményt új épülettel bővítik, amelyben komputertomográfot és röntgengépet helyeznek üzembe, illetve a sürgős laborvizsgálatok elvégzésére is kialakítják a szükséges infrastruktúrát. A két beruházásra közel 80 millió lejes finanszírozást biztosít a Fejlesztési Minisztérium.